Sziasztok! A mai videóban egy vadonatúj márkát mutatok meg nektek, a Bellapierre-t. Nagyon-nagyon izgatott vagyok, mert ráadásul nyereményjátékot is hoztam nektek, meg a jövőre nézve is szeretném a segítségeteket kérni, szavazni is fogtok majd, remélem. De minden esetre most az a lényeg, hogy átnézzük, hogy mik vannak itt, elmesélem nektek, hogy hogyan és mit tudtok nyerni, és készítünk egy sminket is, úgyhogy tartsatok velem mindenképpen! Először is mi az a Bellapierre, és miért olyan különleges? Képzeljétek el, hogy ez egy Los Angelesben 2005-ben alapított cég, de az érdekessége az az, hogy az alapítója David, nem tudom, hogy kell kimondani, Orencer. David Orencer. David Orencer. Nem tudom, de az alapítója az a lényeg, hogy bőr problémákkal küzdködött tinédzserként, és nem talált a piacon olyan termékcsaládot, amely megoldást nyújtott volna a smink kategóriában erre. Na ezért ő erre tette fel a kis életét, hogy létrehozza ezt a márkát. Egyébként a CF Beauty hozta el nekünk Magyarországra, és ez a Bellapierre smink kegyetlenségmentes, hipoallergén és minden bőrtípusra alkalmas, 100%-ban tiszta, ásványi csillamport tartalmaz, egyéb adalékanyagok és káros összetevők nélkül. Ez a kulcsfontosságú tulajdonság különbözteti meg a többi márkától, amelyek olyan töltőanyagokat használnak, mint a talkum, a bizmut, oxiklorid, a parabének és más vegyi anyagok. Egyébként a jó hírem, hogy a CF Beauty oldalán a Timi10 kuponkoddal ezúttal is 10% kedvezménnyel tudtok vásárolni 3 vásárlás alkalmával, szóval, hogyha szeretnétek kipróbálni a Bellapierre termékeket, akkor itt a lehetőség. A nyereményjátékot pedig mindjárt elmondom, de egy kicsit nyúljunk már bele, hogy mik vannak itt. Itt a dobozban többek között van egy gyönyörű, szép, ilyen ajakápoló és színezőkészlet. Megsúgom, hogy a nyereményjátékhoz ennek majd lesz köze, de majd mindjárt csak most végigfutok, hogy mik vannak itt, olyan izgatott vagyok én is egyébként, mert még én sem próbáltam. Tehát most ez a csomag itt a kezemben vadonatúj, és még én sem avattam fel, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolgokat fogunk itt tesztelni. Van itt olyan szemhéjbázis, ami korrektornak is jó, van itt ajakbalzsam, amit keverni is lehet, majd elmondom, van itt rúzs, van itt bronzosító, van itt paletta, BB krém, ami ráadásul szintén nagyon izgalmasnak tűnt nekem, aztán van itt tús, meg más ajak dolgok is, úgyhogy nagyon-nagyon izgi tényleg. Mondtam már, hogy izgi, csak 23-szor, igaz? Ilyen ivós játékot kéne rendezni, tudjátok, hogy ahányszor azt mondom, hogy izgi, akkor mindenki bedob egy felest. A leges-legelső dolog, sorrendben haladok úgy, ahogy az arcomra fel is fogom őket vinni. Ez a Vanilla Bean Lip Balm Bellapierre, ez is természetesen ajakápoló balzsam, és puskázok egy picit, képzeljétek el, ez mély viaszos. Ez a Vanilla Lip Balm egy ajakápoló balzsam mély viasszal. Nem egyszerűen csak egy ajakbalzsam, egy igazi luxus élmény minden használatkor. Nem ragad, hanem páratlan selyemfényt és ragyogást biztosít, miközben kellemes vanilla illatával körülölel. A hidratáló formula természetes összetevőkkel, mint a mély viasz, E-vitamin és makadámia olaj, táplálja és puhán tartja az ajkaidat. Élvezd a könnyed, sejmes érzetet, anélkül, hogy ragacsos lenne. Egyébként éjszakai maszként is használható, hogy reggel felkened, éjszaka, szóval éjszakai maszként is használható, hogy éjszaka felkened, és akkor reggelre ápolt ajkakkal ébredsz. Egyébként egy ilyen látszólag egyszerű ajakbalzsam, de képzeljétek el, ez tud olyat is, ami nagyon érdekes. Ha összekevered bármilyen csillámporral, egyedi színezett ajakrúst készíthetsz. Egy spatula segítségével vegyél ki egy kis mennyiségű terméket, helyezd egy keverőpalettára, add hozzá a kedvenc csillámporodat, keverd össze, míg homogén állagot nem kapsz, és már fel is rakhatod az ajkaidra. Egyébként őszintén vanilla illatot így nem is nagyon érzek, ahogy belenyúltam, itt a bőrömön. A bőrömön viszont igen, mikor kikentem a kezemre, de semmi tolakodó, amit én annyira nem bánok. Ezt én most itt fel is kenám a kis ajkaimra, és akkor a végén majd fogunk azért ajak terméket is használni, addigra beszívja és kifejti hatását, mire odaérünk. Egyébként valóban nagyon kis kellemes, és tényleg semmi ragacsos érzet, vagy semmi extra nincs, nagyon, nagyon könnyed. Ha nem csinálok viát, akkor nem is érzem, hogy rajta van gyakorlatilag. És nem, mintha már be is szívodott volna. Ez tuti. A következő termékünk egy BB krém lesz, ami képzeljétek el, hogy SPF 20-as, nekem itt a medium árnyalatban van meg egyébként, és ez is egy olyan termék, ami elég sokrétűnek tűnt a leírása alapján, úgyhogy erre rettentő kíváncsi vagyok. Főleg, hogy nézzétek, mi van ide írva. Anti-aging, ez már csak jó lehet, igaz? Na jó, hát nézzük meg, hogy erről miket írnak. A Bellapierre Derma Renew Creme egy 4:1-ben szépségápoló, amely használható korrektorként, alapozóként, hidratálókrémként is, SPF 20-as fényvédőfaktorral. Úgy tervezték, hogy megvédje a bőrt a káros UV-sugaraktól, és közepes vagy teljes fedést biztosítson anélkül, hogy maszkhatásúnak tűnne. Ez az olajmentes ásványi alapú krém nem tömíti el a pórusokat, és természetes módon elfedi a tökéletlenségeket a sima, hibátlan arcbőrért. Az öregedésgátló formula segít megelőzni a finom vonalak és ráncok kialakulását, miközben ragyogóvá varázsolja a bőrt. Mint minden Bellapierre, a BB krémek is a legbiztonságosabb összetevőkből készülnek, így nem mérgezőek és parabénmentesek is. Amellett, hogy biztonságos számodra, 100%-ban kegyetlenségmentes. Na de, annyira jól hangzik az, hogy a tágpórusaimba nem fog beleülni. Hogy anti-aging is, hiszen azért most már főleg itt, meg itt-ott azért elindult nekem is az öregedés. Egyébként ilyen kis pumpás a feje. És nem tudom, ezt föl kell rázni? Mindent, ami kicsit folyékony, meg ilyesmi, azt föl szoktam rázni. Egyébként annyit írnak a használatáról, hogy könnyed fedésért egy borsónyit nyom ki, és újbeggyel, vagy ecsettel, vagy szivaccsal vitt fel, közepes fedésért pedig 2 borsónyit nyom ki. Tehát ez most itt egy nyomás, ezt körülbelül mondhatjuk egy borsónyinak. Én most kipróbálom, hogy ez mire elég, és újbeggyel, mert én az ilyen BB-krémeket, tinticérumokat, meg nagyon könnyed alapozókat szoktam simán fölvinni újbeggyel. Hát ezt szerintem lehet, hogy elég lesz a 2 oldalra, mert hogy így olyan gyorsabb is, meg egyszerű is, meg kisfedésére általában az elég is szokott lenni. Na most, mint láttátok, nekem azért igencsak vannak ott piros részeim, illetve vannak szeplőcskéim is, de hát ez gyönyörű. Adott egy kis egységesítést, és azt nézem, hogy a pórusaimban tényleg nem jön bele, viszont van egy kis fénye, ugye? Jól látom. Azt nem is olvastam, vagy nem is írták róla, hogy milyen finist kellene egyébként látnom. De egy picit fényes, viszont nem ez a nagyon csúcsogós. 40 fokban én mondjuk biztos, hogy lepuderálném. Mondjuk 40 fokban amúgy is lepuderelem a dolgokat, hogy tovább szívja úgymond az izzadságot, meg tovább mat legyen. De nagyjából ennyi. Azt nézem, hogy ez a médium az lehet, hogy még jó is nekem. Úristen, ezt nézzétek el nekem! Ez azért van, mert mostanában nagyon sokat kentem ide is, így a dekoltázsomra, meg mindenhova hidratáló krémet, viszont aztán sokszor még mellé ugye fényvédőt, meg naptejet, és aztán nagyon sokat vagyok közben a strandon, és ilyenkor a naptejbe, tudjátok, így jól beleül a homok, meg minden, ott izzadok, meg naptej, meg stb. És aztán megkaparászom, nyomkodom, szóval ez azt lehet róla. Na, hát nekem ez így, a felét használtam el nagyjából, tehát ez lehet az egy borsónyi fedés. Ez így szerintem nagyon szép és tetszik. Olyan kis szép fénye is van, nem jött bele a pórusaimba. Tudjátok, vannak olyan alapozók, meg BB-krémek, amik tényleg így, majdhogy nem ki tudnám őket így kapargatni a kis krátereimből. Itt ilyen jelenséget nem látok, és semmi más se látok, csak azt, hogy szebb lett ott a bőr. Most azt nézzük meg még egy nagyon picit, hogyha ide akarok még többet felrakni, bár egyébként szerintem elég jól lefette ott a pirosságot, akkor tudom-e még építeni. És igen. Akkor még így építhetjük is. Igaz, hogy írták, hogy korrektornak használható, de én azért nem akarok oda többet rakni, mert ki szeretném próbálni ezt a szemhibázist is, ami egyben szemhibázis és korrektor. Ez nekem tetszik. Na, mit gondoltok? Azt nézem, hogy ez a médium lehet, hogy egy picikét sötét nekem, vagy most a nyáron el kell kenegetnem, mert térre biztosan az lesz. Na nem baj, de attól függetlenül látszik szerintem, hogy nagyon szép bőrt csinált egyébként. És akkor a következő, ami itt a kezemben van, várjatok, ehhez lesz a következő. Ez egy korrektor és szemhéjbázis egyben, és még ezen kívül még egy különlegességet tud, de mindjárt meg is mutatom nektek. Ez egy ilyen termék, ugye mivel korrektor is, ezért nyilván egy ilyen bőrszínű bázis, amit szemhéjbázisnak is használhatsz, meg még másra is, de mindjárt el is mondom. Ez a Bellapierre Makeup Base szemhélybázis és korrektor több célú szemhéj alapozó, amely vízálló alapot teremt a szemhéj festékekhez. Először is ez egy tartós szemhélybázis a szemhéjpúderek alá. Ha pedig külön összekevered fényes pigmenttá, azt mattá tudod varázsolni. Ezen kívül korrektornak is alkalmazható. Ha unod a foltokat és a sötét karikákat, a Makeup Base könnyedén simul a bőrbe, és biztosítja, hogy a sminket egész nap a helyén maradjon. Használd korrektorként, hogy eltüntesd a bőrhibákat és foltokat. Nem tartalmaz toxikus anyagokat és parabéneket, 100%-ban kegyetlenségmentes is. Na nézzük ezt a dolgot, hogy hogy tudunk mattá tenni egy szemhéj púdert. Tehát ugye itt van ez a Bellapierre paletta, itt van egy fényes szín, ez így néz ki önmagában. Ezt ide kiszvacsolom. Így. És akkor nyilván azt tudjuk, hogy itt a Makeup Base, tehát ez a szemhéjpuder bázis, ezt a fölrakod a szemhéjadra, akkor ugye ebbe beletapogathatod, és nem mattítja el, ha nem akarod a szemhéjfestéket, mert nekem ez volt az aggályom, hogy oké, de akkor most matt lesz, hogyha rárakok egy ilyet. Nem. Tehát, hogyha ezt beletapogatod, úgy normál felhasználással, akkor nem lesz matt. Akkor szép fényes marad, ugye? Csak annyi, hogy most már tartósabb és vízálló. De akkor hogy van ez, hogy összekeverjük, és mi? Az meg úgy van, hogyha szó szerint összekevered, kiraktam egy kicsit abból, kiraktam egy kicsit ebből, így, és ezt elkezdem összedolgozni, akkor a kettőből viszont, ha így direktben összedolgozod, tudsz csinálni matt színt. És akkor ugye tudod úgy kombinálni a sminkedbe például, nyilván ha akarom még mattítani, akkor rakhatok bele még egy picit, és akkor tudod úgy kombinálni a sminkedbe, hogy elindulsz mondjuk egy matt színnel, ami ugyanaz a szín lesz gyakorlatilag, ugyanannak az árnyalatnak egy matt verziója, és átmenetet csinálsz egy fényessel bele. Szerintem ez nagyon menő egyébként, ilyet én még nem is láttam. És ugye az a poén, hogy ez is itt egy vízálló szín lett. Tehát ez nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk korrektort adtam volna hozzá, mert egyébként ez így egy vízálló másik szemhéjpuder lett gyakorlatilag. Na, akkor én most új beggyel a szemem alá fogom kipróbálni. Gőzem sincs, hogy mennyi kell belőle, még sosem próbáltam. Ugye veletek tesztelgetem? Kevés. Szóval a maradékot a másik oldalon eloszlatom. Szóval veletek használom először, nem kell ennyire határozott mozdulattal belenyúlni, azt már látom, de egyébként jól eldolgozható, és szépen eltűnik, ahogy nézem. Az, hogy mekkora a fedése, azt mondjuk nem én tudom a legjobban bemutatni, mert nekem pont itt nincsenek annyira nagyon, bár ide a piroskás részeimre esetleg. Nagyon picit kell belenyúlni, gyerekek, óvatosan, mert így alig-alig érek hozzá, és még úgyis nagyon sok anyag feljön. Így eltapogatom. De egyébként jól eloszlatható, úgy hirtelen el is tűnik, úgymond. Úgyhogy jó kellemes anyagnak tűnik, most így hirtelen. Aztán a szemhéjamon is ki fogjuk már mindjárt próbálni, illetve hát ma 40 000 millió fok van, tényleg 40 fok van kint, és császkálni fogunk a kis makimmal a városban. Megyünk könyvtárban, meg játszótérre, meg fagyizni, meg ilyesmi. Úgyhogy egy elég jó tesznek fogjuk alávetni, hogy begyűrődik-e, meg mi történik úgy az egész mindennel, 100 millió fokban. Púdernek a Danessa Myricks Evolution púderét fogom használni az egyes árnyalatban, és a Turbo Stima Small Powder Brush-t hoztam most ide, ugyanis mivel 40 fok van kint, azért én szeretném elég alaposan és jól lefixálni a BB krémet, alapozót akartam mondani, de végülis ez egy BB krém, meg úgy a korrektort is, na jó, azért ennyi nem kellett volna. Mindegy. Biztos. Ennél kevesebbet. Szóval az alapozót is, meg a BB krémet is, mert 100 fok van kint, és szeretném, ha minél tovább szívná az izzadságot, ugye. De ezt itt mindjárt eloszlatom, ne aggódjatok. Szóval így középen és a szemem alatt fogok ezzel a púderecsettel rá anyagot felvinni, ezzel egy kicsit ugye le is mattítom, és fixálom, és aztán az összes többi helyen pedig a nagy púderecsettel csak átsuhanok majd mindjárt ezzel a nagyobb fejűvel, és sokkal kevesebbet nyúlok bele, sokkal-sokkal óvatosabban, így, ez már reálisabb. És a többi részen meg így egy kicsit átsuhanok. Azt még hozzá se tettem, hogy ráadásul mindezt biciklivel fogjuk elkövetni, úgyhogy tekerni is fogok, úgyhogy izzadni 100% hogy fogok, és nem klimatizált helyiségekben leszek, meg klímás autóban, meg ilyenek, szóval jó tesz lesz. Na nézzük! Na most a következő termék egy bronzer lesz, viszont nem tudom, hogy milyen erősségű, milyen színű, hogy kontúrnak is tudom-e mindenhova rakni, vagy csak bronzosítónak, mert még egyébként nem láttam egyáltalán, ki se bontottam, mert titeket vártalak meg vele. Úristen, tudjátok, hogy ez milyen nehéz. Szóval ez a Bellapierre Compact Mineral Face and Body Bronzer. Mivel Face and Body Bronzer, én azt gondolnám, hogy akkor lehetséges, hogy kontúrnak is használjam. A Starshine árnyalatban van itt nekem, de majd kiderül, mert közben meg fényes is, ha jól értelmeztem egy picit, de mindjárt megvizsgáljuk. Így néz ki. Ó, várjátok, hogy el lesz, de menő. Először is, amikor kinyitottam, van itt benne egy ilyen. Ugye? Így, ott pedig a bronzer maga. Ó. Jaj, de kis kellemes, sejmes. Nézzük a swatchot. Szerintem a tereset, hogy bárminek is tudjam használni. Simán bronzosítónak, meg kontúrnak. És kipróbáljuk kontúrnak, aztán max narancsáról leszek, hát van ez így. Illatmentes szerintem, vagy legalábbis nem érzek túlságosan semmit. Na nézzük, mit írnak róla. Ez a Bellapierre kompakt ásványi bronzosító púder, egy díjnyertes púder. A bronzer sejmesen sima púder formulája biztosítja az egészséges, napcsókolta ragyogást bármely arcbőrre. A sminkmesterek és bőrgyógyászok által ajánlott vegán formula nem komedogén, talkum és parabénmentes, és minden bőrtípusra és bőrállapotra alkalmas. Tökéletesen definiálja az arccsontokat, és ragyogóbbá teszi az arcbőrt, mindezt anélkül, hogy eltömíteni a pórusokat, vagy irritálná a bőrt. A termék 100%-ban kegyetlenségmentes. Na, akkor nézzük, idehozom a Turbo Steam-en a Face Brush-t, és ezzel először megpróbálom ott a... Ja, mondjuk van hozzá egy ilyen, de én ecsettel szeretek jobban azért ilyet fölvinni, úgyhogy megpróbálom így, aztán majd lesz, ami lesz. Majd meglátjuk. Nagy tükre is van, amiről még nem szedtem le a fóliát. És akkor hát nézzük. Nézzük egyetem mennyire erős. Nem túl erős, jó? Akkor hozok még egy kicsit. Nem kell annyira félni. De gyönyörű. Kellően pigmentált, attól függetlenül, hogy azt mondta, hogy nem túl erős, de nem kell tőle félni, ezt inkább így értettem. De nagyon kis szép színe van. Egyébként, most nem tudom, hogy mindenhol nem lesz túl narancsos, de mindjárt ki fog derülni. Úgyse, annyira finom, nagyon kis finom, hogy biztos, hogy jó lesz kontúrnak most így, hogy kenegetem szerintem. Itt fönt is, nézzük csak. Nem túl narancs. Legalábbis rajtam nem, ha valaki világosabb nálam, vagy rózsaszínesebb arcbőrű, akkor annak igen, de hát van ennek is több árnyalata. Van direkt olyan árnyalat is, amilyen kicsit rózsaszínesebb jellegű. Ez direkt a meleg kontúr, tehát ez pont az én típusomnak való. De gyönyörű. De szép. De annyira, Azt tetszik nagyon benne, hogy így nagyon beleolvadt. Tehát így nem is tudom, hogy csinálja, hogy ennyire beleolvadt. Nagyon szép. Tök jó. Nagyon kis természetes. Nagyon tetszik. És tök jó, mert ilyenkor mindig boldog vagyok, hogy a színt is eltaláltuk meg minden, mert ugye látatlanból küldi ilyenkor nekem a CF Beauty Viki a termékeket. Jó, már nagyjából tudja, hogy mi lesz jó, de azért mindig van benne egy kockázat nyilván. Hát ez nagyon szép. Annyira természetes, sejmes kinézete van szerintem. Azt tetszik benne. És ez meg annyira nem bánom, hogy nem tömíti el a pórusokat, meg ilyesmi, mert ugye már beszéltük, hogy nekem tágpórusaim vannak bőven. A Danessa Myricks Blooming Romance palettából, a Groundwork második palettájából, ebből a pirosítóból, a poros állagúból, a Turbo Steam Small Powder Brush-sal egy nagyon picikét mellé pöttyintek még pirosítást. Hát csak egy éppen kicsit, mert nem akarok olyan nagyon erőset, csak egy nagyon minimális színt visszaadni az arcomnak. Mert még ugye nem tudom, hogy pontosan milyen lesz a szemsminkem, hiszen a palettát csak képen láttam, hogy milyen, ezért nem akarom nagyon narancsos irányba elvinni, de meleg lesz a sminkem, ha minden igaz, ha jól tudom. úgyhogy csak egy ilyen kis plusz színt ide varázsolok. A másik Groundwork palettát pedig Danessától, az elsőt, az egyeset pedig ahhoz hoztam ide, hogy a szemöldökömet egy szemöldök túlbeszíven szemöldök Pro Brush-sal. Ezzel a fekete, az krémes szín, ez a barna meg poros, ezzel egy kicsit ilyen kenhetőbb és még biztosabb, tartósabb állagot fogok létrehozni, és csak egy nagyon picit szeretnék átsuhanni a szemöldökömön, tényleg csak úgy éppen, hogy kiegészíteni. Már ugye vannak benne lyukacskák, viszont nem nagyon szeretnék ráerősíteni úgy különösebben. Így körülbelül. Szemhébázisnak meg akkor nézzük most ezt a Makeup Base-t, ami ugye beszéltük, hogy lehet korrektor, lehet szemhébázis, és még keverni is tudod, ha matt színt szeretnél kikeverni. Na nézzük, hát nagyon-nagyon keveset rakok fel, és elméletileg ugye ez biztosítani fogja azt is, hogy vízállóvá teszi a sminket, amit most felhordok ide. Új beggyel eldolgoztam, arra figyelek, hogy mindenhova jusson, különös tekintettel itt a szempilla sorba, ezt ugye sokan ki szokták hagyni, így itt, szempilla tőben, és egy nagyon kicsit ugye így a szemöldök fölé, alá, szemöldök alá is felviszek. És arra kell figyelni, hogy a szép homogénen vitt fel, nehol csík meg folt legyen benne bárhol, mert akkor ugye úgy tapad fel a szemhéj púdered is. Mivel ez korrektornak is használható, ezért, hogyha valakinek olyan problémája van, hogy elszíneződött a szemhéja, vagy szeretné egységesíteni, akkor arra is teljesen jó, ugye. Egyébként az állaga azért tetszik, mert ez a viszonylag száradra szárazós, amit szoktam mondani, hogy akkor könnyebb rajta dolgozni, meg számomra azok szoktak a legkevésbé begyűrődősek lenni, tehát nincs ilyen szilikonos, meg krémes érzete, ahogy így felraktam. Úgyhogy egyelőre nekem szuper szimpi. Na, de majd meglátjuk a tartóságát is, mert ugye nap végén meg fogom nektek mutatni. Most akkor nézzük a palettát, és egyúttal a nyereményjátékhoz is végre elárulom, hogy mi lesz, mert kapcsolódik a kettő egymáshoz. Na most a Bellapierre-nek rengeteg palettája van, és a legtöbb nagy, nagyon nagy paletták. Ez viszont egy mindennapos, inkább otthoni használatra talán valószínűbb, hogy ilyesmit használ az ember. Ez a Bellapierre Everyday Nude 12 színű eyeshadow palettája, amiből kiesett egy papír. Nézzük, egy ilyen papírka esett ki az előbb. Még én sem nyúltam ám bele, úgyhogy majd veletek fogom itt kiszvacsolni, ez így néz ki. Ugye ilyen mat, fényes és csillogó színek is vannak benne, használhatod ugye alkalmi sminkhez is, meg hétköznapi munkába járó sminkhez is akár, és akkor itt ragadom meg az alkalmat, hogy a nyereményjátékról meséljek egy kicsit nektek. Azt találtuk ki ugyanis a CF Beauty-val, hogy van a Bellapierre-nek ugye több nagy palettája is. Van, amelyikről videót szeretnék még készíteni, de nem tudtuk eldönteni, hogy melyikről is lenne érdemes, ezért. Hogyha szavaztok a YouTube közösségi oldalamon, a játékon, hogy melyik nagy palettáról szeretnétek videót látni, melyik tetszik nektek legjobban, akkor a szavazók között kisorsolok egy ilyet, amit mindjárt el fogok mondani, hogy micsoda. Ez egy elég nagyértékű és nagyon-nagyon-nagyon érdekes ajakápoló és színező szett, amiben díjnyertes termék is van, úgyhogy nagyon jó kis ajándék, de majd mindjárt ezt is megmutatom nektek. Minden esetre most kanyarodjunk oda-vissza, hogy a nagy paletták közül nem akarok senkit befolyásolni, de azt hiszem a zöldet próbálnám ki legszívesebben. Na mindegy, azok közül is majd hozok egyről videót arról, amelyiket ti megszavazzátok, amelyikre a legtöbb szavazat érkezik a YouTube közösségi oldalamon, arról fogok majd videót készíteni nektek, és a szavazók között pedig kisorsolom majd az előbb mutatott kis ajak ápoló és színező szettet. Minden esetre minden részletet megtaláltuk a videóm leírásában, belinkeltem a nyereményjáték helyét is, illetve a nyereményjáték pontos leírása is ott van. Úgyhogy a YouTube közösségi oldalamra kell majd menni a videóm után, és akkor ott szavazhattok. Na, viszont akkor térjünk vissza egy picit erre a palettára. Nézzük, hogy miket írnak erről. A Bellapierre Everyday Nude ásványi szemhéj púder paletta egy 12 színű paletta. 12 bársonyosan sima árnyalatot tartalmaz, matt, szatin, csillámos és fóliás szemhéj púderekből. A mindennapi viselethez bársonyos matt, csillogó, arany és pezsgő árnyalatokkal. Ez a természetes szemhéjfesték paletta tele van káprázatos színekkel, amelyekkel kitűnhetsz az irodában, vagy akár egy éjszakai programon a városban. Könnyű formuláját úgy tervezték, hogy simán felvihető legyen, így puha és könnyű érzés a bőrödön. A legbiztonságosabb összetevőkből készült, így nem mérgező és parabénmentes. 100%-ban cruelty-free. Teljesen őszinte leszek, nekem a palettai swatch alapján egy ilyen viszonylag átlagos nude palettának tűnik, viszont azok az fényesek nagyon szépek voltak benne, meg nagyon különleges volt ez is. Illetve jól szkennhetőek voltak a mattok is, ami tök jó, mert a matt színek egyébként is körülményesebbek, tehát azok nem mindig szoktak olyan jól használhatóak lenni, mint a fényesek. A különlegessége leginkább nekem most számomra az én szememben az az, hogy ugye talkummentes, meg minden ilyesmimentes, ami meg elég ritka. Tehát manapság ugye a legnagyobb márkák is, mint a MAC és az összes többi. Egyébként múltkor a Temus videómban beszéltünk ezekről az összetevőkről, hogy mennyire mindenben, a Catrice-ben, a mindenben benne van, amit szoktunk vásárolni. Szóval, hogyha valaki olyanokat keres, ami ilyen mindenféle mentes paletta, akkor például ez egy nagyon jó alap lehet viszont, mert alapnak meg ez teljesen jó. Tehát minden benne van, ami kell az általános sminkek, hétköznapi és esti értelemben is, hiszen vannak benne világosak, vannak benne jó sötétek mélyíteni is, van csillámos is, ha szeretnéd, akkor matt is van elég benne, háttérszín, ilyen átvezető szín is elég van benne, tehát egyébként a praktikus egy összeállítás. Na de nézzük, hogyan viselkedik szemem. A Turbo Steamen Short Shader Brush-sal fogom ezt a szint a szemöldököm alá rakni, mert ez sokkal intenzívebbnek tűnt, és oda egy kicsit visszafogottabbat szeretnék, de majd meglátjuk, hogy jól gondoltam-e, meg egyúttal egy kis kivilágosítás, meg egy pici fény ott azért elfér. Ó, azért ez is elég intenzív, csak a másik az még intenzívebb, úgyhogy nem is baj, hogy ezt hoztam ide szerintem. Egyébként most, hogy így gondolkozok, elvihetem májvás irányba is, hidegebb irányba is, mert itt van ugye egy kicsit szürkésebb átvezető szín is, elvihetem bordós irányba is, elvihetem barnás irányba is, úgyhogy azért elég sok lehetőség van benne. És azon gondolkozom, hogy mi az, amivel a legtöbb színt meg tudnám nektek mutatni. Szerintem következőnek a Turbo Steamer Blending Brush-a, ezt a taupe színt fogom használni, mert az taupe szín is nagyon nagy kedvencem és mániám. És ezt ide egy ilyen kis átvezető színnek fogom alkalmazni. Ez egy nagyon kellemes kis árnyékoló szín igazából, erre pont jó, amire használtam, de nem túl intenzív a színe. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen kis kellemes, úgy mondanám. Számomra egy picit talán látná erőteljesebb is egyébként, viszont ha csak ilyen finomságot szeretnél, akkor elég. Következő lépésben a Turbo Steamer Small Blending Brush-sal fogok ezzel a színnel dolgozni. Na, ezt meglátjuk, hogy elég sötét lesz-e. Én remélem, mert ezzel meg ezzel tudok ugye mélyíteni leginkább, úgyhogy ehhez azért kell viszont némi pigment, meg sötétség is, hogy mélyíteni tudjunk, de szerencsére nem is lesz benne hiány. Úgyhogy ezt viszem föl ide az 1/3-ára a szememnek, aztán miután ide beütögettem egy picikét, hozok ide le is, és egy kicsit itt figyelem, hogy szép kör alakot hozzak létre, itt összekötöm az alsót, felsőt, és utána egy kicsikét a mélyítőbe is besuhanok, de csak amikor már alig van az ecseten, csak úgy éppen, hogy... És ha már tényleg lefogyott az ecsetről, akkor még innen egy kicsit behúzgálok, figyelek arra, hogy ugye eltüntessem a peremét ennek a színnek, és csak utána hozok egy következő színt. Így. A közepét nagyjából még szabadon hagyom. Következő szint a Turbo Steamer Eyeshader Brush-sal fogom felrakni, és nem tudom, még nem döntöttem már teljesen, hogy ez fönn a szemem vajon rózsaszínesebb, májvásabb, vagy milyen irányba fogja pontosan eltolni a sminkemet, de majd most kiderül. Ezt ide középre szeretném felrakni. Ez egy ilyen nagyon visszafogott, szaténfényű árnyalat egyébként, és utána szeretném rárakni ezt a nagyon fényes, csillogós szint az elejébe, és azt gondoltam, hogy ez így jó átmenet lesz, hogy nagyon csillogós, picit fényű, és az átmegy módba. Viszont nem tudtam eldönteni, mennyire veszik össze ott az arannyal, de annyira nem beleillik ebbe a núdos színvilágba. Megnézem, hogy új begyen milyen fölhordani. Új beggyel is fel lehet egyébként, ha valaki az egyszerűség kedvéért úgy csinálná, de nem lett se fényesebb, se jobb, se rosszabb ecsettel vagy új beggyel. Na és akkor most nézzük meg ezt a nagyon fényeset az elejében, hát meglátjuk, ezt szerintem ecsettel próbálom meg először, és utána új beggyel a másik szememen megnézzük. Na nézzük, már egyébként azért szeretem jobban ecsettel, amit csak lehet, mert azzal azért jobban tudom szabályozni, pontosan hova, meddig tartson, meg ilyesmi. Ú, ez szép. De egyébként azt hiszem a paletta leírásában azt javasolták, hogy új beggyel vigyük föl, szóval megnézem új beggyel is. Aha, igen, ezeket a fényeseket úgy tűnik szebb. Meg hatékonyabb, szebb lesz a finise. Meg az állaga is így új beggyel. Ó, na ez egy szép szín. Na, hát teljesen őszinte leszek a palettával kapcsolatban. Az ott jó. Szerintem a sminkem a végére nagyon szép lesz, és ez itt például nagyon tetszik ez a szín. Nekem egy kicsit túl nude. Na most, ez persze nyilván nem a paletta hibája, vagy hogy mondjam. És akkor most pakolom föl rá az igazán érdekeset. Tehát én magamnak valószínűleg ezt egy kicsit keveselném még a hétköznapjaimra is, de ha valaki ilyen lightosabb sminkeket csinál, és nem nagyon feltűnő hétköznapiakat, annak viszont nagyon ideális lehet, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy a nagyon nagy csoda benne az az, hogy ugye csupa természetes összetevőt tartalmaz, tehát hogy nincs benne talkum, az például egy nagyon nagy dolog, és nagyon ritka dolog, szóval olyat nem is olyan könnyű találni. A másik pedig, hogy van nagyon sok színes palettája, amiről szól is a nyereményjáték, úgyhogy nagyon várom, hogy megszavazzátok, hogy melyik színeset próbáljuk ki, mert nagyon kíváncsi lennék, hogyha egy színesebb verziójú palettát próbálunk, akkor az milyen lenne. Számomra ez egy kicsit túl halvány, vagy hogy mondjam, tehát olyan visszafogott finom sminkekhez oké, de én mindenféle sminkeket szoktam csinálni, és egy kicsit szeretem még jobban bemélyíteni, egy kicsit még jobban, hogyha világít, egy kicsit még erősebb, még intenzívebb, stb. Úgyhogy ilyen szempontból nem az én legideálisabb palettám, és ha valaki olyat keres, akkor annak se lesz az. Azért is most együttműködés ide vagy oda, meg most ugye a CF Beauty-től ajándékba kaptam ezt a szettet, ettől függetlenül nem fogom azt mondani, hogy életem palettája, mert nekem ez most nem a színösszállítása miatt. Viszont nem tudom azt mondani, hogy ne lenne jó, mert egyébként meg nem potyogott, nagyon könnyen volt eldolgozható, a szemhéj alapon is könnyű volt dolgozni, úgyhogy egyébként meg, mint termék, nem rossz szerintem. Úgyhogy szerintem ki kell tudja dönteni a saját felhasználásába, ez jó vagy sem. Minden esetre, ha ki szeretnétek bármilyen Bellapierre-t próbálni, ugye a Timi10 kuponkoddal megtehetitek, 3 vásárlás alkalmával a cfbeauty.hu oldalon. Minden esetre azért még ezt nem fejeztem be, még felvisszük a szemhéjtust is például. Egyébként meg itt vannak a kis szvacsok a kezemen, és nagyon kis szépek, szóval, hogyha ilyen finomabb, visszafogottabb sminkeket szeretne valaki készíteni, akkor hamarabb az ő palettája szerintem. Na, ez a Bellapierre Liquid Eyeliner Black árnyalatban, van itt nekem. Mindjárt kibontom. Így néz ki, még én se láttam. A muti nekem is, így. És nézzük a fejét. A feje, az filc. Filc van a végén, viszont jó hegyes. Filc. És nézzük, miket írnak róla. A Bellapierre Black Liquid Eyeliner egy folyékony szemhéjtus. Hosszantartó, építhető tus, vízálló formulája és kúpos, rugalmas hegye pontos vonalat húz, amely egész nap tart. A formula gyorsan szárad, így azonnal folytathatod sminket többi részét. Nincs többi aggódás a nap végén elmosódott vonalak miatt, ez a tus egész nap a helyén marad. Az eső, könnyek vagy izzadság nem jelent problémát többé. Gyönyörű matt finissel rendelkezik. Mint minden Bellapierre, ez a tus is a legbiztonságosabb összetevőkből készül, így nem mérgező és parabénmentes. 100%-ban cruelty free is. Na és akkor most nézzük. Hát most lehet, hogy nem fogok dumcsizni, mert egy nagyobb tusvonalat készülök ide húzni. Fú, na ez a szemhéjtus viszont nem jött be. Az tény, hogy nagyon gyorsan szárad, és tényleg rétegezhető, és egyébként végül is precízen lehetne dolgozni a fejével, de nekem valahogy nem sikerült, nem is lett egyforma egyébként a két oldal teljesen. Nekem egy kicsit túl száraz, és nem siklike miatt annyira könnyen, úgyhogy nekem ez speciál nem annyira válik be, vagy vált be, viszont ez attól is függ nyilván ki mennyire szereti, ez ilyen merev fejű, hogyha valaki ezt szereti, akkor egyébként meg maga a termék tetszik, csak a fejével én nehezen tudtam dolgozni. Az eredménye is jó, meg biztos tartós is, mert nagyon gyorsan tényleg megszáradt, és amikor bele akartam picit is javítani, akkor már nem lehetett sem erre mozdítani, úgyhogy ilyen szempontból oké, de én jobban szerettem az ilyen ecsetes végveket, még ha ilyen filcesnek is tűnik, de ecsetes, szálas a vége, vagy pedig az egészen ilyen tényleg ecseteseket. Úgyhogy ez már egyéni preferencia kérdése is, viszont az nekem annyira nem. Na, most felrakok egy szempillaspirált még, ez a That'So Extra Up szempillaspirálja, ez is a CF Beauty-nál kapható egyébként, őt viszont szeretem nagyon. Na és akkor most nézzük meg, hogy mit nyerhettek, hogyha szavaztok, hogy melyik palettát szeretnétek majd látni a következő Bellapierre videómban. Méghozzá ezt nyerhetitek meg, képzeljétek el, ezt az ajak szettet, és egyébként már a videóm elején említettem nektek, hogy a YouTube közösségi oldalamon lesz a játék, és arra kell szavazni, hogy melyik palettát szeretnétek látni a következőnek a nagyok közül. A cfbeauty.hu oldalon meg tudjátok őket nézni. Na de ez az ajakápoló szett pedig tartalmaz nagyon-nagyon jó kis dolgokat. Ott van egy lip scrub, tehát egy ilyen ajakradír, egy rúzs, egy szájfény és egy szájceruza. Ez a készlet biztosítja, hogy ajkaid hidratáltak és gyönyörűek legyenek. Ajakradírtól kezdve a díjnyertes ásványi rúzson át, a vízálló gél alak ceruzáig és az átlátszó szájfényig minden termék gondosan válogatott, hogy teljes körű ápolást nyújtson ajkaidnak. Az átlátszó szájfény hidratálja és védi ajkaidat, miközben ragyogó fény biztosít. Minden Bellapierre termék természetes összetevőkből készült, így biztos lehet benne, hogy ajkaid a legjobb gondoskodást kapják. Egy dolgot szeretnék még kiemelni, ahhoz, hogy meg tudjam nektek mutatni, egyetlen egyszer swatcholtam ugye a benne lévő dolgokat, meg kibontottam, hogy videót tudjak készíteni nektek róla, illetve egyetlen egy TikTok videót is készítettem a felhasználásáról, és hogy hogyan néz ki az ajak szín végül is az saját számom, viszont ehhez nem közvetlenül a rúzsal vittem fel a rúst magát, hanem rúzsecsettel, illetve spatulát használtam, tehát nem a terméket közvetlenül a számra raktam, nem nyúltam bele újjal, stb. Ha valakit zavar, hogy ilyen módon ezért már egyszer föl volt bontva, akkor ne vegyen részt a nyereményjátékon, ha pedig nem zavar, akkor pedig játszatok és nyerjétek meg ezt a szettet. És akkor összesen 3 ajaktermék van itt még nekem, amiből egyet most fogok a számra rakni. Először is van itt egy Bellapierre Super Gloss Very Berry árnyalatban. Ez így néz ki, az igazán gyönyörűséges, így, és kiszvacsolom gyorsan. Ennek azért van ám színe, ez tényleg ilyen beriberi. De gyönyörű, és micsoda fénye van. Na, ez tetszik, ez. A Bellapierre Super Gloss csillogó szájfény egy olyan innovatív termék, amely új szintre emeli az ajakszínezést. Sejmesen sima, magas fedést nyújtó fény, amely nem ragad, hanem inkább finom puhaságot és verhetetlen fényt biztosít. Ez nem csupán egy színezett fény, hanem egy luxus élmény minden egyes használatkor. Hosszantartó formulája viselés közben mély viasszal ápolja ajkaidat. Használatára egyébként azt javasolják, képzétek el, hogy vigyél fel egy picit ide az ajak közepére. De szép, látjátok! Meg ide. De gyönyörű. És aztán oszlasd el. Ez amúgy nem hülyeség ez a módszer. De azért én egy picit kenek még mellé, nem baj? Őristen, de gyönyörű. Milyen könnyű vele kontúrozni is. Jesszus, de szép. És milyen könnyed tényleg. Úristen, remélem látszik a csillogása. Júj, tök jó, hogy rendesen csillámos. Tehát fényes is, meg rendes csillámkák is vannak benne. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszik. Na, most a sminkemhez megy, azt nem vagyok benne biztos. De egyébként szép, nem? Gyönyörű. Aztán van itt még egy rúzs rubi árnyalatban, ami egy ilyen úgymond hagyományos kitekerős rúzs. Ez így néz ki. És ott a színe, hogy rubi. Tök is Bellapierre monogram is. és ez így néz ki. Jó, ez ilyen nagyon klasszik. Ah, de gyönyörű. Nagyon szép. Úristen, de szép. Ez a kettő egymáson is biztos gyönyörű lenne. A Bellapierre Mineral Lipstick egy hidratáló ásványi rúzs. Ajkaid egész nap tökéletesen hidratáltak és ragyogók maradnak. Nem csak szép színt ad ajkaidnak, hanem egyben táplálja is őket. Ez a termék gondosan válogatott természetes viaszokkal és pigmentekkel, vasoxidokkal és antioxidánssal, például C-vitaminnal és E-vitaminnal készült, hogy ajkaid ne csak szépek, hanem egészségesek is legyenek. Sejmes textúrája könnyedén siklik az ajkakon, 100%-osan természetes formulája pedig hosszantartó, tápláló szint biztosít. A pigmentek természetes védelmet nyújtanak a napkáros sugarai ellen. És akkor az utolsó ajakápoló alkalmatosságunk itt, ez a Kiss Proof Lip Creme Aloha árnyalatban. Azért ez is megír egy misét, ez is gyönyörű szép, hogy nézem. Jaj, úristen, ez meg egy ilyen brutál nyári szín. Nagyon-nagyon szép. Ez a Bellapierre Kiss Proof Lip Creme Aloha árnyalatban. A Bellapierre Kiss Proof Lip Creme egy teljes fedésű, magas minőségű, folyékony rúzs, amely csókáló, egész nap tart és nem hagy nyomot. A krémes formula könnyen kelhető, száradás után matt finist eredményez. A legjobb eredmény érdekében leradírozott, tiszta ajkakra kent fel. Összetevőit gondosan válogatták, hogy biztonságos legyen, parabénmentes és 100% cruelty free. Ha már itt vagyunk, a szökőkútnál megmutatom nektek. Mentővel idejöttünk egy kicsit Szegeden a múzeum előtt. Éjszaka gyönyörűen ki is szokott lenni világítva, ilyenkor meg ilyen zenés szökőkútjáték van. De minden esetre egyébként most így néz ki a sminkám. Ennyire fényesedett le, egyébként jól le vagyok már izzadva. Szerintem azért nagyon jól bírja. Úgy minden, ahogy nézem, ettől függetlenül, pedig törölgetem az arcomat folyamatosan, mert ragad róla valami, tehát egy olyan 40 fokban. Na mindegy. Ezt lehet, hogy ennyi már, amit megmutatok nektek, hogy majd még este otthon. Hazaértem, így nézek ki. Ennyi leizzadva. Úristen. De egyébként ahhoz képest, itt látszik legjobban, hogy izzadok. Ahhoz képest tök jól bírta. Szerintem dicséretes minden. A szemhibázis is, látjátok? Teljesen jó, mert kicsit lihegek, mert most estünk haza a biciklin. Tényleg 40 fok van, vagy 440. Na jó, szóval jól teljesített minden, azt kell, hogy mondjam. Na hát elkészült a sminkem, akkor nincs más dolgotok, mint jönni a YouTube közösségi oldalamra és szavazni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő Bellapierre paletta, amit majd megnézünk együtt. Ha bármi megtetszett és kíváncsiak vagytok, szeretnétek kipróbálni, akkor a CF Beauty oldalon Timi10 kuponkoddal 10% kedvezménnyel vásárolhattok Danessát is, That'Sót is, meg Bellapierre-t is, úgyhogy 3 vásárlás alkalmával, úgyhogy próbálgassatok, és mondjátok el a véleményeteket, hogyha valamit már kipróbáltatok, és arra is kíváncsi lennék, hogy mi tetszett nektek most itt ebben a videóban. Az én összefoglaló véleményem az az, hogy nekem, ami nagyon-nagyon tetszett, ez az ajakbiusz, ez nagyon. A BB krém is nagyon, lehet, hogy egy picit sötét, bár most még elmegy rajtam. Nagyon-nagyon szép. Erre nagyon kíváncsi leszek nap végén, hogy néz ki. A paletta is egyébként nagyon szép lett, a sminkem is szerintem. Nekem személy szerint lehetne egy kicsit intenzívebb, de ez ugye felhasználás kérdése. Ez egy alappaletta a hétköznapi sminkre, meg alap alkalmi sminkekre, szóval, hogyha valaki olyat keres, akkor az is jó lehet. Gyönyörű ez a szín. A szemhibázis tetszett. Jó volt rajta nagyon dolgozni, palettának sem menni lehullása nem volt, és nagyon tetszik ez a szín, ezt mondtam már. Egyébként nekem egyedül ez a tus nem volt olyan nagyon jól használható számomra, de az meg lehet, hogy kéz kérdése is. Az nekem annyira nem, viszont az összes többi termék az tetszik, a bronzosító színe is nagyon tetszik, és eszméletlenül szépen beleolvadt a bőrömbe, szóval az is nagyon tetszik. és aztán körülbelül a végére is értünk. Hát nagyon köszönöm a CF Beauty-nak még egyszer a lehetőséget, és azt is, hogy ezt a nyereményjátékot is létre tudtok hozni. Nagyon várom, hogy szavazzatok, és játszunk, és nyerjetek, és hogyha tetszett ez a videó, akkor mindenképp lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és gyertek minél hamarabb újra, mert várlak szeretettel titeket. Legyen csodás napotok, sziasztok!